275 diák fejezte be sikeresen a 2017-2018-as tanévet a Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskolában és szakiskolában. Az ünnepélyes tanévzáró után azonban nem kezdődött el minden tanulónak a gondtalan nyári szünet, hiszen sokaknak a kötelező szakmai gyakorlatot kell a vakáció ideje alatt elvégezniük. Jávorka idén nagyon-nagyon mozgalmas tanévet zárt, véget ért egy kollégium felújítás pályázatból. Előttünk áll még, talán ebben a tanévben elkezdődik a tornaterem felújítása, személyi változások történtek, úgyhogy nagyon-nagyon mozgalmas volt ez a tanév. A mezőgazdasági technikus szakgimnáziumi képzés van, illetve szakmai képzés, most már szakközépiskolának hívják, mezőgazdasági gépész, pék, virágkötő, virágkereskedő, illetve gazda fog indulni ősszel. Osztályoknak még a kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni kell, ez évfolyamtól, szakmától függően 2-3 hét. Egyet már le tudtak ezzel a héttel, úgyhogy még előttük áll a munkás nyár, és természetesen mindenkinek van egybefüggő nyári szünete, vagy az elején, vagy a végén. A többség az nálunk tölti a tangazdaságban, illetve a péktanüzemben, a gyakorlatot a gépész tanulók vannak kihelyezve. Ők azon a helyen töltik az évvégi gyakorlatot, ahol évközben is voltak. Az évzáron nem csak a tanévtől búcsúzott az intézmény. Szejfert Istvántól, az iskola igazgatójától is elköszöntek a diákok, illetve a tanári kar is. Szejfert István 38 évet dolgozott az intézményben, azonban most megkezdi a nyugdíjas éveit. Nagyon sok szép emlékem van az iskoláról. Igazából idén van 50 éve, hogy beléptem az iskola kapuján, mert én 68-ban diákként kezdtem, aztán néhány év kimaradt, és így visszakerültem tanárként. Én még dolgoztam volt tanáraimmal együtt, ami egy nagyon szép emlék, és nagyon szeretettel emlékszem vissza. Mozgalmas volt ez az időszak, sok szép jó dolog történt. Persze voltak sikertelenebb dolgok is, tehát azt az ember mindig túllép rajtuk, és igyekszik újból egy jót elkezdeni és végigvinni.